A projekt keretében 1972-ben tervezett és azt követő évben megépült bölcsőde épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást végzünk. Az intézményben a tisztasági festésen kívül a megépítés óta nem történt felújítás. A nyertes pályázat keretében megtörténik az épület projekt arányos akadálymentesítése. Ennek megfelelően szükségesé válik egyes helyiségek funkciókapcsolatának kapcsolatának újbóli meghatározása. Az épület egyes szerkezeti elemeinek felújítása mellett kiemelt szerepet kap az épület harmadik, jelenleg használatunk kívüli pavilonjának korszerűsítése és átalakítása, melyben két csoportszoba kialakításával 22 új férőhelyjel bővül a létesítmény. A projekt keretében az alábbi részletezett tevékenységek kerülnek megvalósításra. Egyes. Felújítás, korszerűsítés, beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket. Kettes. Átalakítás. Hármas. Bővítés. A pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek. Egyes. Akadálymentesítés. Négyes. Energiahatékonysági szempontok érvényesítése. Ötös. Nyilvánosság biztosítása. A pályázati felhívás. 3.1.2.2. Választható önálló nem támogatható tevékenységek. 1-es eszközbeszerzés, 2-es megújuló energiaforrások kialakítása, 4-es udvar játszóudvar felújítása kialakítása, 5-ös kerékpártámaszok és tárolók kiépítése korszerűsítése, 6-os babakocsi tároló létesítése.